Üdvözöllek! Ma a németországi Wiesbadenről beszélünk, ami a Hessen szövetségi tartomány fővárosa. Körülbelül 300 ezer lakossal. A Rajna jobb partján fekszik. A Rajna vidék legnagyobb városa. A belváros tengerszinti magassága a Schlossenplatznál 115 méter, a város legmagasabb pontja a Rheinhöhenwegen található, amely 608 méter magas. Már a romai korban ismertek voltak Wiesbaden hőforrásai, a romaiak a város közelében erődítményt építettek, a települést a Matyáki vizeknek nevezték, ezért látható például az Aquis Matix, a Matyáki vizeknek felirat a kaszinó épületén is. Wiesbadent e alkalommal Nagy Károly krónikása Eginhard említette, Wiesbaden néve, úgy 830 körül. ...1609 és 1610 között épült Wiesbaden legrégebbi, még ma is létező épülete, a régi városháza. A legtöbb régi épület az 1547-es és az 1561-es tűzvész után megsemmisült. 1744-ben a nassaui herceg Karl August beköltözött a Rajna partján fekvő kastélyba, és Bajbik, amely 1926-ig önálló város volt, a mai Wiesbaden kerülete, a hercegség fővárosa lett. 1905-ben a lakosság száma átlépte a 100 000-es határt, így Wiesbaden nagyváros lett. Az első világháború után elmaradt a sok nemes és gazdag látogató. A kizárólag a gyógyintézetekre és a turizmusra épülő korábbi gazdasági élet működésképtelené vált. A város vezetése ezért különböző ipari jellegű településeket csatolt Wiesbadenhez. Így lett 1926-ban a város része a korábbi hercegségi székhely, Bajbik is. Itt tartották a második világháború után a német-francia fegyverszüneti tárgyalásokat is, a második világháború alatt inkább. 1937-ben épült a katonai repülőtér, amely a náci Németország légiereje, a Luftwaffe a háború során a kiképzőközpont és légbázisként használt.